Igazándiból a történethez hozzá tartozik azért a hűséghez, hogy Mongólia volt az első, vagy Kína, hogy milyen jó lenne megnézni. És utána azt tudni kell, hogy végül motor lett ebből, mert bringásak vagyunk, meg gyalogosak, meg minden van velünk, de, de motor lett a vége, mert nem tudtunk annyi időt kiszakítani az életünkből, hogy megcsináljuk ezt mondjuk kerékpárra. Kim van az országnak a címere, ez volt a célállomás, ugyanaz az irány, körülbelül ugyanannyi karandot ígért, csak mondjuk költségvetésben a egyharmada se. És akkor gondoltuk, hogy milyen jó lenne megnézni az aral tavat, amit azt hiszem a következő képeken nagyon jól be is van mutatva, hogy addig, addig szaladjuk meg, ameddig még van belőle. Talán ez jobban kifejezi 2009-es, az a sötét folt. És most ugye 11 van, az a amorf forma, az ketté szakadt. Azt tudni kell, hogy most arra ketté Nem tudom, hogy ki emlékszik földrajzóráról, én nem annyira emlékeztem, hogy ez egy egyszerű szovjet számításnak az eredménye, hogy ez itt egy katasztrófa lett. Kiszámolták ugyanis annak idején, hogy a halnál egy picivel többe kerül a rizs meg a gyapot. És akkor gondolták, hogy ezt a három folyót ami táplálja az aral tavat, vezessük el inkább ilyen, ilyen gazdasági ügyek miatt gyapott termesztésre. És akkor ö, nem maradt semmi, ami táplálta volna. Egyébként az a három folyó is csak arra volt elég, hogy szinten tartotta ezt a hát gyakorlatilag belső tengert. Elvezették róla a folyókat, és akkor ez lett a vége. Ez egy pár év vissza van, és most elkezdtek kétségbe esetten kapkodni, hogy mit lehetne ezzel csinálni. Ott voltunk, élőben megnéztük, el nem tudom képzelni, hogy lehet megmenteni. Tehát az, amit itt láttok, hogy a régi partvonal és a mostani partvonal, ott mi a mederbe motoroztunk 100 kilométert. Százat, úgyhogy vannak olyan homok, dombok, ahol látszik, hol lehetett a vízszint, hát vannak olyan pontok, ahol 10 méter magasságba hiányzik 100 kilométeren a víz. Így mondjuk merülegesen a partra haladva. Igazándiból ez lett a, a túra küldetése, hogy nézzük meg az aratavat. Fölmerült a keleti ország határnál a régi főváros, azt majd el fogom mindjárt mesélni, hogy miért nem sikerült. De jó volt megnézni, mert itt gyönyörű. Csak itt a készületek, előkészületek, ő a, ő a úri ember, aki nem fog ideérni. Most most ott nem, nem csúnya dolgokat művel nadrágjába, hanem ö, próbálja begombolni a motoros ruháját. És ez a két paripa, amit teljesítette. Igazság szerint én nagyon benne lettem volna abba is, hogy ö, ezt megcsináljuk bringával, csak ö, neki se fért bele, meg nekem se az, hogy ö, több hónapot kivegyünk a mindennapos élettevékenységeinkből, meg a megélhetés, meg a munka, meg a 18 nap alatt sikerült megcsinálni, egy kicsit több mint, hát majdnem ezer kilométer. Tehát még motorra is azt lehet mondani, hogy nagyon feszes lett a, a program, mert majd azt is el fogom mindjárt mesélni, jobb is, hogy nincs itt, mert így, legalább beszéltek róla is, hogy voltak olyan szakaszok, amikor ezzel kilométer fölött kellett motorozni, közepesen nem létező út viszonyok mellett. Tehát volt, volt egy kettő dolog, ami fárasztó volt. Itt az eleje az bemelegítés gyakorlatilag. Úgy, az útvonalat nem annyira említettem. Magyarország, Ukrajna, Oroszország, Kazasztán. És ez itt a Magyarországon, hogy kicsit haladjunk, Beleautópályáztunk, nem vagyunk egyik önk se az a, az a öngyilkos donorjelölt. előtt, autópályát az, ahol lehet, azt kihagytuk, de Magyarországon gondoltuk, hogy nyerni kéne az időt, inkább fölmentünk, és ezek ilyen kis pihenők, benzinkút, tankolás. Hát igen, amikor nincs fotós, akkor ilyen közepesen torzult képeket sikerül. Ez a kettő motoros, ez saját, az övé az, az L2, ez a piros, ez egy új gép, az enyémben meg már van most. Mikor megvettem, már volt 110.000 km. Ugyanilyen kaliberű ember volt, aki volt a motor. Ha már egy kérdezed, csak úgy vette elő a garázsból, hogy mondjuk elment egyiptomba. Gyorsan meg is jött az eső, hogy, hogy az ne legyen gond a motorozáshoz. Itt látszik, hogy azért is álltunk be, hogy akkor fel kell esőruhát. Ez pedig már Zsidejevó, már Ukrajna. Azt uh, kell tudni, nem tudom, mennyi fotónk lesz majd a filmen, talán jobban látszódik, hogy uh, hát ez az ország, amit valószínűleg ki kellett volna hagyni. Nekem semmi bajom nem volt idáig velük és most sincs, csak mondjuk egy, egy részével. Lengyelország felé plusz 1000 kilométer lett volna, az a gond. Tehát gyakorlatilag ugyanott lettünk volna a benzinpénzben, mint amit a rendőrök megpróbáltak elkérni tőlünk. Úgy kellett ezt a dolgot elképzelni, hogy ugye, hogyha valami orosz járműve megy az ember, akkor az nem szúr szemet. Hogyha két boxer megy, akkor abból a leghülyébb egyenruhás is rájön, már hogy az valószínűleg nem helyi. Úgyhogy akkor külföldi, akkor viszont van pénze, akkor viszont meg kell állítani. És ez a végedményben úgy nézett, ki, hogy 10 kilométerenként megállítottak minket, különböző ilyen mondva csinált ürügyekkel, hogy gyorsan mentél, lassan mentél, közel volt a gyalogos a zebrán, rosszul fordultál, záróvonalra léptél, és gyakorlatilag 10 kilométerenként kérték a pénzt. Ezzel is úszott gyakorlatilag a főváros. Tehát ezen, ezen a pár napon itt annyit veszítettünk, hogy nem tudtuk megcsinálni. Az Ar araltónak a keleti oldaláig eljutottunk, és onnan még 2000 km lett volna a főváros, és így elkezdtünk osztani, szorozni hogy az 4000 oda-vissza, hát az mondjuk barátok közt is egy olyan öt nap, és nem fog beleférni. Csak egy ilyen apróság, amivel nem kalkuláltunk, hogy mondjuk a rendőrök. Gyakorlatilag egyen, egyenruhás úton van. Ez egészen jó kis szállás sikerült itt szereznünk. Száraznak tűnik, a krumpli, közé volt dobva egy szalonna megsütve, úgyhogy, úgyhogy azt lehet mondani, hogy csúszott. Ezek gyakorlatilag mind, mind Ukrajna. Ezek csak ilyen résztek, hogy milyen minőségű szállásokat találtunk. Nagyon jó lehet alkudni, és ilyen 2000 forint körül van szállás. Hát mondanám, hogy szálloda, de az azért nagy képű lenne. Tehát így gondolkoztunk, hogy lehet nem kéne belefeküdni az ágyba, inkább csak hálózsákkal. És a gépjárműpark. Tehát így még nem nehéz kiszúrni a nyugati motorost. Csak vittünk főzőt, ilyen út közül megállogattunk, kaját megpróbáltuk megoldani. Határát kell és ilyenek. Elég szép sorok vannak, mondták, hogy nem érdemes előre puf. Mondták, hogy motorra ne, ne előre, mert, mert valószínűleg meglát a határ és visszazavar a sor legvégére. Úgy mit áldogáltunk szépen. Ez Ukrajna, Oroszország. Volt ez egy kultúrát szállásunk is. A rendőrök ellen, hogyha bárki készül ebbe az országba, én azt mondom, hogy megvan az ellenszer, nem kell, nem kell elfogadni, amit mondanak, semmit. Hát vannak ilyen kisebb javítások, ugye a sisak szétesik, meg így, így történtek ilyen finomságok különböző szín, színvonalú szállásaink. Ez nagyon érdekes történet volt, nem lehet a GPS-re szerezni jó kazasztán térképet, mert hogy mondjuk nincs. A barátom kitalálta, hogy milyen jó ezek az orosz fiúk, volt egy motorosbolt a szállásunknál, gondolta, hogy menjünk be, és ez csak ugye ilyen történt, hogy menjünk már be a motorosboltba, és kérdezzük meg, hát ők mégis közel vannak kazasztán, az oroszok, biztos van valami jó térképük. Ő dolgozott a motorosboltba, ő, a, ő az önjelölt még Oroszország tudnék, hogy a motoros kultúra nem, nem annyira magas, tehát ők 200 közlekednek, és néha gyászolják egymást. És akkor mondtuk, hogy bemegyünk hozzájuk a boltba, és hogy milyen jó a térképet szeretni. És akkor mondta, hogy hát igazándiból a, a barátomnak a legújabb GPS-e, amely gondoltam, hogy arra se fognak rájönni, hogy mit kezdett csinálni. Derűs arca, fülig mosolya jön ki a srác, és azt mondja, hogy gyerekeket az igazság, amit legjobb kazasztán térképet lehet szerezni, az rajta van. Ezek útközben éjszaka, reggeli este, ez ilyen vízszállító, mert ugye gondoltuk, hogy nem mindenhol lesznek, tökéletesen Vízvétel lehetőségünk, ezért vittük, sátrasztunk. Tehát ahol nem sikerült a szállás vagy. Na, igen, most jobb is, hogy nincs itt az úriember. Őről tudni kell, hogy ő motorversenyző volt én viszonylag régóta ismerem, és azt lehet mondani, hogy én is szeretek motorozni, meg kerékpározni állóképességemre, eddig azt gondoltam, hogy nincsen probléma. De ha valaki tervez egy közös turát egy, másik emberre, akkor érdemes ezekkel kalkulálni. Ezt én teljesen kifejtettem, hogy mondjuk egy versenyző, aki egész életében motorozott, az, az vehetetlen kategória. Tehát így elindultunk, fölültünk a motorra, és akkor így én, én, így, így néha rám hogy megállnék, úgy innék, úgy ennék, úgy pisilnék. És akkor így mondta, hogy, hogy, hogy mi van velem, hogy, hogy végig ez a csajos műsor fog menni. És akkor így, 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 néztem rá, hogy jó, hát én akkor most elismerem, hogy egy, 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 ócska útszéli vagyok, de hogy, hogy azért nekem így vannak ilyen biológiai szükséget. Tehát mondta, hogy hát ő úgy gondolta, hogy ha fölünk, akkor mondjuk megyünk egy kétezret. Én mondtam neki, hogy, hogy én nem pont így gondoltam ezt a dolgot, mert hogy én így egyszer mondjuk egy nap ennék. Mondta, hogy hát ő még ilyet nem látott. Én egy komplet euh, infrastruktúrát igen vittem, hogy ezen a gépen nézegettük a rendőrrel is a, a, filmeket, hogy az milyen jó, meg, meg, meg kamera, meg mindenféle, hogy majd a látható filmet összerakjuk. Hát voltak ilyen kisebb euh, atrocitások, hogy mondjuk annyira túl volt pakolva a motori sztenderen, jó, mellé valaki, hogy de szeretne egy fotót csinálni, és így frankon fölborult. En, ennek, ennek, a, ennek a látható itt az indexen, hogy ez a sziloplaszt és nem tudom milyen fajta ragasztókkal így össze, össze kellett ezt Eskábálni, hogy nehogy azt mondja a rendőr, hogy most ez a baj, hogy nekem nincs irányjelzőm. Hát látszik, hogy milyen vizes, vizes blokkok vannak felé. Volt egy nagyon jó kis melegvíztermelünk. Hát a szoba az úgy, igen. Ez egy pályaudvar gyakorlatilag, az első. El csak egy részletek, hogy milyen, milyen a szállás. Hát ilyen döbbenten néztek minket, és amennyire tudtunk velük kommunikálni, így nem értették, hogy miért kell, egy, egy, miért kell két jó nyugati autóárát elkölteni egy darab motorra és utána meg miért kell ezzel elmenni Kazasztánba, hogy, hogy, hogy ilyet önszántunkból miért, miért csinálunk. Tehát hogy nagyon tetszettek nekik a gépek, mert ekkorákat nem látnak. A monumentális szobrok ugye négy ember magasságú, az úgy adott. Hát a tankolás egy kicsit másik történet, az ő motorjába ilyen 30-40 literes a tank, ott az nagyon jó, merő tud menni 800 km én nem tudok annyit menni, és hogy ilyen jellegűek a kutak. A 92-es az, nem az éve által az oktán szám, nem is tudnak ennél magasabbat adni és mondták, hogy készüljünk fel arra, hogy bemegyünk a, a bódében, ami ott mögötte van, kifizetjük, és amennyit kifizettünk, az kijön. Így mondtam, hogy mi nem így szoktuk csinálni, mi ezt a tankoló pisztolyt, és amennyi belefér, annyit szoktunk kifizetni. Mondta, hogy ő ezt nem tud csinálni. Mondja meg, mennyi kell, és azt, azt, így kifizeti. Hát nem volt egyszerű, mert ugye előre várják a pénzt, akkor a barátom oda ment, a konton 40 liter, akkor egyből azt mondták, a két motorra. Nem, nem csak az enyémbe. Mondták, hogy ha nem jól lőjük be, akkor órán folyni fog, ő nem tud ezzel mi csinálni. Mondtuk, hogy akkor majd igyekszünk. És van 80 is, mondjuk egy kicsit régebbi Hát itt mondjuk az útviszonyok miatt ez a fotó azért készült, hogy elkezdtek lepotyogni a motorodók, Nem, nem annyira jó az út, és ilyen, ilyen heggesztések, meg ilyen elemek így eltörögettek, leestek. Volt olyan szakasz, amikor fölhívtam a kedvesemet, és mondtam neki, hogy nagyon izgalmas napunk volt. 800 kilométert mentem nyilvánosan. Csak mondta, hogy meg is érdemled. Vannak olyan, olyan területek, ahol a 800 kilométert úgy tudtuk megtenni, hogy nem kellett kanyarodni, és a fűse volt 20 cm magasabb. Így aztán nincs semmi, ami megfogja a nedvességet, és a, nincsenek bárányfelhők. Nem a Alakul igen semmi, hanem horizonto horizontig ö, gyönyörű homogén kék az égból. Tehát igazából így, így ö, nehéznek tűnik ezt élvezni, de én így lefeküdtem az aszfaltra, és néztem az eget, és ö, csodálatos volt a homogén kék. Tehát olyan kék, amit itt mondjuk nem lehet megcsinálni, mindig valami visszaveri, mindig van valami bárány fel, ami beszennyezi. Uralsz, ez, ez, egy város tábla. Én próbáltam ledönteni, nem sikerült. Hát volt ilyen szállásunk is, hogy már már furcsán éreztem magam a sáros motoros csizmába. De érdekes, hogy ezért se fizettünk. Hát nem fizettünk többet 4000 forintnál semmelyik szállásért. És mondjuk ezt a kilátást, tehát hogy. 16 csillagos apa. Igen. De mikor a naplement azért az, az eltünteti ezeket a hiányosságokat. Hát ez egy, ilyen gyárra néz. De az ebéd de nagyon kultúrált, a kaja is, a kiszolgálás is, tehát kis mondjam, nem, nem panaszkodhatunk erre a részre. Hát ha már nincs itt, akkor betettem. <laughs> azért neki is vannak szükségetei, bár valószínűleg csak egy ilyen három-négy naponta. Szerinted de igen, a csizmát kifordítja, de valószínűleg pár ló. tehát én nem, nem, jöttem rá, hogy mi lehet a stratégiája. De ez az oldal sztendere a modern, motor, motor, alatt van átfotózva, azért álltunk meg itt azt hiszem, mert ugye igen, semmi közepén volt egy busz és egy zebra. Hogy át lehet kelni innen oda. Tehát, hogyha valakinek ez fontos lenne, azt tudni kell, hogy óránként sincsen autó. Tehát az jó is, hogy van egy zebra, mert nagyon könnyen eltalálhat esetleg egy arra heró madár. De nagyon, nagyon pozitív. Tehát a Kazasztánba például, hogyha csak éjszaka megálltunk ilyen biológiai szükségetek miatt, ki tudtam vagy harcolni, hogy megálljunk, akkor azonnal megállnak. Tehát az egy autó, ami jön másfél óránként, az mindenképpen megáll és megkérdezi, hogy van-e valami szükségetünk, van-e valami problémánk technikailag, vagy bármi tehát azonnal segítőkészség jött elő. Ez itt vasárnapi ünnepnek számít, hogy van aszfaltút. És ugye olyan, a, olyan az ú. új, Útépítési stratégiájuk, hogy homokra teszik. Az jó, mert amikor téren jön a fagy, akkor mondjuk egy szezon bírt ki az aszfaltút. És szerintem náluk se válik, be, mint mutatja is itt a tábla, hogy vége. Tehát ideig volt aszfaltút, és akkor itt vége van. Ideig így bizonytalankodtunk, hogy milyenkor mit kell tenni. És aztán rájöttünk abból a hátul jövő porfelhőből, hogy bizony, bizony így a mellt a pusztába egy irányt, hogy akkor tessék arra tovább haladni. Tehát ez, ez lenne ott a. A, a B-verzió. Azt tudni kell róla, hogy ezek a motorok alapból 250 kg, csomaggal 300, én még ráülök 400. Tehát ö, egy 400 kg kell a homokba két keréken ellavirozgatni. Hát én nem voltam ehhez annyira felkészült, és ugye a gumikkal tudtunk csak menni, ami aszfaltra is jó, és homokra is azt hittük, hogy jó, de hát igazság szerint nem tart semmit. A homokomotorozásosokat kellett, hogy tanuljak. Hát és a, hely, a helyi jármű. Ő is, ő is nyerekbe van. Én nem látszik a fotón, de sokkal több file volt, mint foga. Ez inkább a jellemző úgy az útviszonyokra, meg a terepre is.